Összeért a Covid negyedik és ötödik hulláma. Bár ilyenre volt példa tavaly, amikor a másodikat váltotta a harmadik hullám, ám ekkor 2-3 hetes szünet volt a wuhani és a brit alfa variáns között. Most a rendkívül fertőzőképes Omikron miatt csupán pár napos volt az enyhülés a koronavírus terjedésében. Rusvai Miklós virológus a Kecskeméti Televíziónak elmondta, az új variáns miatt rengeteg fertőzöttre számítanak a szakemberek. 12 000 volt eddig a napi csúcs a negyedik járványhullám idején, tavaly ősszel, valamikor november végén értük el ezt a csúcsértéket, 12 000-es számmal, ennél jóval magasabb értékekre számítok most, napi értékekre, de a halottak száma és a lélegeztetőgépesek száma elmarad majd a negyedik járványcsúcs idején tapasztaltakétól. Bár a csúcsértékek viszonylag hamar megszűnnek majd, közepes szinten májusig el fog húzódni az ötödik hullám. Csak nyáron számíthatunk újra az alapértékek visszaállására júniustól. Júniustól ugyanúgy, mint tavaly, és tavaly előtt a vírus fertőzés gyakorlatilag visszavonul, olyan lesz, mintha teljesen megszűnt volna, de sajnos ősszel újra fog jelentkezni, viszont akkor már csak nánthaszerű esethalmozódás lesz. Még ősszel is magas esetszámra lehet számítani, ám ezek a betegek az enyhébb tünetek miatt valószínűleg nem fogják nagy mértékben megterhelni az egészségügyi rendszert.